További 3 hónappal meghosszabbítja a benzinár stoppot a kormány, írt a vasárnapi közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a járvány és a drasztikusan emelkedő világpiaci energiaárak miatt egész Európában nő az üzemanyagok és élelmiszerek ára. Az intézkedést még november 15-én vezette be a kormány, és eredetileg 3 hónapra szólt. A világpiaci folyamatokat figyelembe véve azonban az üzemanyagok hatósági árának fenntartása mellett döntöttek. Május 15-éig tehát a 95-ös oktánszámú motorbenzin és dízelgázolaj lehetséges legfelső árát literenként továbbra is 480 forintban határozták meg. Az ITM szerint ezek a költségek jelentősen befolyásolják a gazdaság működését, az egyéb termékek árait, többszörösen terhelik tehát a családokat és vállalkozásokat. Jelenleg a benzin literenkénti átlagára az árstop nélkül hozzávetőlegesen 510, a gázolajé pedig 530 forint lenne, olvasható a közleményben.